Mind a magyar, mind a nyíregyházi atlétika számára sikeres volt a tavalyi esztendő. A sportolók azonban már 2024-re fókuszálnak, tekintve, hogy a glasgowi fedettpályás világbajnokság mellett nyáron Rómában Európa-bajnokságot, Párizsban pedig olimpiát rendeznek. A sporták képviselői így igyekeznek minden lehetőséget megragadni, hogy csiszolják formájukat és gyarapítsák ranglista pontjaik számát. Nem meglepő, hogy a szezonnyitó nyíregyházi versenyre rekordlétszámú nevezés érkezett. Mivel felkerült a nemzetközi versenynaptárba ez a verseny, így külföldről is nagyon sok érdeklődő van, és hát nem csak külföldön, természetesen a magyar atlétikai élvonal is itt lesz, hiszen ez egy felkészülési verseny, készülve az országos bajnokságra, készülve a fedettpályás világbajnokságra, esetleg a szabadtéri versenyekre, és hát azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokan neveztek a határidőig, 573 rajt lesz, és csak néhány számot mondok, 60 méteren férfiaknál 87-en indulnak, a nőknél 70 körüli indulószám van. De minden számban, amit mi meghirdettünk, nagyon sok magyar és külföldi versenyző jelentkezett, és remélhetőleg el is fog indulni. A mezőnyben ott lesznek a nyíregyházi sportcentrum képviselői is, mármint azok, akik versenyszámai ott vannak a fedett pályás számok között. Tulajdonképpen a nyíregyházi élvonal, a felnőtt élvonalból Bakosi Péter kivételével mindenki indul. Peti most Németországban egy minősített versenyen versenyez majd vasárnap, tehát ő nem lesz itt magasugrásban, de a súlylökőink itt lesznek, a futóink, a rövid távfutóink itt lesznek, a középhosszú távfutók itt lesznek, és természetesen az ugrók is. Tehát azt mondom, hogy mindenki indul, és nem csak a felnőttek, hanem a fiatalabb korosztályból is a legtehetségesebbek, akik már a magyar bajnokságra készülnek, az első versenyen itt megmérettetik magukat. A szombati nyitány után egymás követik majd a versenyek, a csúcsot a február közepén esedékes 50. fedettpályás magyar bajnokság megrendezése jelenti. Ez az első, jövő héten szombaton lesz a második, ahol már az eddigi versenyszámokon kívül gátfutószámok is lesznek. Azt követi az atlétika centrumban a szlovák kassai régiónak a bajnoksága, ami már tavaly meg tavaly előtt is itt volt, és utána pedig február 17-18-án a felnőtt magyar bajnokság, az azt követő hétvégén szombaton vasárnap pedig az ifi junior magyar bajnokság lesz itt. Tehát tulajdonképpen egy versenysorozatot indítunk el ezen a hétvégén. A szombati nyílt verseny délben kezdődik, és a szervezők tervei szerint fél hét körül a férfi 3000 méter befutójával ér majd véget.